Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gelencsér Ferenc, momentumos játékosunk, az első kerület alpolgármester. Azért mondtam, hogy játékosunk, mert jelen pillanatban ugye egy előválasztásos díj folyik. Az első kérdésem, sokat beszélünk arról, hogy vannak emberek, akik fizetésért valamilyen feladatot látnak el, és munkaidő alatt újabb deszkákra pályáznak. Hogy történik ez önnél? Ön is a fizetésért most éppen újra választós díjban, vagy hogy tudja a kettőt összeegyeztetni? Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a nézőket is. A kérdés némire provokatív, de a válasz nagyon egyszerű. Én munkaidő után kampányolok. Szerintem ez evidencia kell, hogy legyen. Meglepő egyébként, hogy ezzel támadom. Önnél lehet, hogy ez evidencia. Én nem támadom, de csak kérdezem. Ugyan, engem a választók arra választottak meg 19-ben, hogy őket képviseljem teljes állásban. Ebből adódóan én teljes állásban képviselem őket. Volt már alkalom, hogy napközben kampányoltam, akkor szabadságot vettem ki. Én azt hiszem, hogy ön egy mintapéldány akkor a versenyzők közül, mert nem láttam volna, hogy többiek is ezt tették volna, főleg nem például a főpolgármester. Mi történik az első kerületben, illetve az első kerületet most hagyjuk egy picit, hagy pihenjen, mi történik az előválasztásokon? Tulajdonképpen mi volt ez a kétnapos kényszerszünet? Ez a kétnapos leállás, ez egy támadás miatt történt. Erről rengeteget olvasni akarul. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kormánypártok, amennyiben végén kiderül, hogy hozzájuk köthető esetleg a támadás, bemerték ezt vállalni, hiszen ezzel felhergelték még azokat is, akik esetleg tűnődtek, vagy billegtek, hogy elmenjenek a választásra. Most azt látjuk, hogy tömegek vesznek részt ezen a választáson, napi 70 ezer ember megy el az előválasztásra, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly eredmény. Ez számháborúnak is szép. A kérdés az, hogy ez a kitartás, ez ki fog-e tartani majd az igazi választások napjáig? Egészen biztosan lesz egy regresszió most is az előválasztás alatt. Ez a napi 70 ezeres szám, ez lehet, hogy mondjuk péntekre, holnapra lecsökken, viszont újra itt a hétvége, az emberek újra otthon vannak, és ezt el fog menni szavazni. Az biztos, hogy a 22-es választásokon is komoly részvétel lesz, valójában ez már egy kezdeti kampány, de azt már látjuk, hogy a kormánypártok is abszolút belekezdtek a kampányba. Milyen tapasztalatai vannak erről az előválasztásokról? Tulajdonképpen ön kényelmesen, hisz ön hosszú időre meg van választva, munkáját jól végzi, legalábbis ezt mondják azok az emberek, akiket én kérdeztem. Tehát legrosszabb esetben nem ül át az országgyűlésben, hanem amit a nép akart, az első kerületet tovább építi, mint alpolgármester. Az emberek elmondják azt, hogy mit gondolnak, hogy mi a bajuk, vagy nem? Persze, ez is nagyon jó az a munka, mert az ember nagyon-nagyon sok... Ez mindegy fogadóra? Gyakorlatilag egy fogadóra, igen, nagyon sok helyével találkozik, akik elmondják azt, hogy mi az életük problémája, mi a gondjuk, bajuk, és ezeken igyekszem segíteni. Nagyon érdekes látni azt, amikor vonalas kormánypárti szavazók találnak meg a pult mögött, azzal a szándékkal, hogy most jól belém kötnek, és úgy távoznak egy óra után, hogy árnyaltam a Momentumról alkotott véleményüket. Én ezt mindig sikerként könyvelem el. Én sose rejtettem véka alá, hogy egy alapvetően kormánypárti családból származok, ismerősek az érvek, amiket hallok, és abból adódom, hogy ezt se titok, én is korábban kormánypárti szavazó voltam, fiatalom, megértem azt, hogy bizonyos emberek miért támogatják a jelenlegi kormányt. Én úgy gondolom azonban, hogy nem én változtam, hanem a kormány változott. Nagyon érdekes látni azt, hogy milyen frusztráció van az emberekben. Az elmúlt 11 év gyűlölet kampánya megtette a hatását. Engem a Kálvin téren valamelyik nap leköptek pultozás közben. Egy héttel később a Móricz Zsigmond körtönön voltunk kb. 6-7-en, többek között Fekete Győr András is, és akkor is közén köptek. Csak azért nem találtak el minket, mert az úriember rosszul célzott. Idáig jutott az elmúlt 11 év gyűlölet kampánya. Idáig gyakorlatilag háborús pszichózis van ebben az országban, ami szerintem... Hogy lehet ezt leállítani? Az első lépés mindenképpen az, hogy egy kormányváltást követően,
hogy nagyon komolyan kell venni a gyűlöletbeszédet. Felháborítanak tartom azt, hogy ma a kormány oldal hazárló kifejezéssel operál. Bocsássam meg mindenki, de nem a kormány fogja eldönteni azt helyettem, hogy én mitől vagyok magyar. Nem ők fogják eldönteni helyettem, hogy nekem mi a hazám, én egy magyar állampolgár vagyok, én egy patrióta vagyok, elsősorban egy lokálpatrióta, egy büszke magyar. Kikérem magamnak azt, hogy a kormány oldal kisajátítsanak kifejezéseket. Egyébként ennek a legelső példája és intőjel az 2002 volt, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, vagy a nemzet nem lehet ellenzékben. Ezzel már gyakorlatilag megágyazott annak, hogy ő kirekeszti ennek az országnak a felét. És szerintem ez felháborító. Az a verzió nem életképes, hogy ezt belülről történt ennek a technikai malőrnek az alapja, és azért, hogy önök tenyerjék túl magukat már, mint a Momentum, hisz ebben az egyesülésben is, ami egy eléggé furcsa találmány, nem igazán szereti mindenki önöket, nem beszélve például a zuglói esetről, ahol önök ahol önök egy képviselőt, független képviselőt támogatnak, többet meg nem támogatják őt. Újházi egyébként nagyon, nagyon jó festő, de nem politizál. Nem. Nézze, én nem látok bele a részleteibe ennek a szervernek a működésébe. Amit én tudok az hogy nem egy DDoS típusú túlterhelés és támadás volt, hanem valahogyan megtudták az egyik szervernek az IP címét, és erre küldtek rá 1 gigabájtnyi adatot. Tehát ez nem egy véletlen volt, ez egy szándékolt támadás volt. De feljelentést idáig nem tettek. Mire várnak? Ami később nem múlik. Az igazság hogy derüljön ki? Ki fog derülni az igazság? De erre szerintem még ráírunk. Személyesen ön hogy áll? Kik is az ön kihívói? Nálunk 2 jelölt van. Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, és jó magam. Én azt láttam, hogy fej-fej mellett állunk, ami számomra nagyon kedvező, hiszen alapvetően Csárdi Antal egy inkumbens országgyűlési képviselő, ráadásul a jelenlegi parlamenti pártok támogatják. Ezzel szemben én egy új arc vagyok, engem Márki-Zay Péter vezette, mindenki Magyarországon mozgalom támogat, és a Momentum. Próbáljuk ledolgozni azt a hátrányt, amit abból adódik, hogy ilyen komoly politikai alkukat ért el az LMP. Ahogy mondani szoktam, az ellenfelem mögött pártlogók, mellettem pedig emberek állnak, engem olyan kiválóságok támogatnak, mint Király Júlia vagy Bodnár Zoltán, az MNB korábbi alelnökei, de akár gondoltunk Molnár Piroskára és a Nemzet Színészére. Értem. És mi van akkor, hogyha az LMP úgy dönt, hogy ugyan feltételes módon ön nyer, de akkor ők listáról az ellenfelet beküldik, illetve a kihívót? Ennek semmi akadály nincsen. Én Csárdi Antallal magánemberként jóba vagyok. És hozzánk is bár egy nagyon kedves ember, de az, hogy az LMP a saját kontójára kitesz fel a közös listára, az az LMP-nek a magánügye, és úgy gondolom, hogy nekem, mint Momentum tagnak és mint Momentumos jelöltnek, semmi közöm hozzá. Ez a LMP diszkrecionális joga, hogy kitesz fel a listára. Hogy van megelégedve ezzel az ifjú párttal, aminek ön az alapítója, mennyire sikerül a mozgósításuk? Látni kell azt, hogy nagyon komoly politikai apátia van ebben az országban. Számtalan fiatal már a lábával szavazott. Nekem nagyon sok ismerősöm már külföldön él, és jelezték azt is, hogy addig, amíg ez a rendszer van, addig nem is fognak hazatérni. Látni kell most azt, interneten szavazhatnak. Interneten szavazhatnak, eddig 107 ezeren jelentkeztek az online módszerű választásra, de azt is látni kell azért, hogy ez nagyon komolyan meg fogja terhelni az emberi erőforrásainkat. Én arra ösztönzök mindenkit, hogyha ideig engedi, akkor személyesen menjen el szavazni. De visszatérjek az előbbire, egyre több magyar gyerek és unoka születik külföldön. És valójában erről is szól 22, hogy ne kelljen elmenni, és hogy érdemes legyen hazajönni. Tehát, hogyha a szüleik patrióták és a nemzet alkotó elemei voltak, nem biztos, hogy az utódok is azok lesznek, hogyha nem itt fognak felcseperedni? Én ezt az unokaöcsémmel látom, akik Hongkongban nőttek föl, és látom azt, hogy miután hazaköltöztek 3 évvel ezelőtt, borzasztóan nehéz számukra a visszaéleszkedés. Majdnem lehetetlen. Az első kerület mindenféleképpen nyerni fog, mert hogyha ő nem kerül be a parlamentbe, akkor megnyerik az alpolgármestert a megadott időre. Minek kell történni ahhoz, hogy kitörjen a béke a pártok között Magyarországon, hogy egy konszenzus legyen, hogy egy faltófali koalíció tudja? Jelenleg egy faltófali koalíció. Jelenleg ebben a konstrukcióban 6 párt szerepel, ami vannak nemzeti radikálisok, és vannak
akár radikális baloldalnak nevezhető pártok is. De a gyűlölet is, ott van, amit ön nem szeret. Én úgy gondolom, hogy a konszenzus az fontosabb. Erre az államra, erre a hazára nagyon-nagyon ráfér végre egy koalíciós kormány. Elszoktunk a politikai vitáktól. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az elmúlt 11 évben gyakorlatilag mindent egy ember dönt el. Itt az ideje annak, hogy megtanuljunk újra vitatkozni. Én annak idején néztem a parlamenti adásokat. Ma már nem éri meg. Megváltozott a média, megváltozott a hangulat, megváltozott a szókészlet, a szóhasználat. Számomra döbbenetes egyébként az, hogy a közbeszéd színvonala mennyire ebben lealjasodott. Ebben azért nagy részt vállal az ellenzék, illetve az a koalíció, amelyekhez ön csatlakozott. Nézzed csak, hogy a legeslegesebb kérésére is reagáljak, emberek nem járnak be a munkahelyükre. Nézzük egy parlamenti adást, és komoly az ürességtől az egész. Amikor a fideszes Böröz László próbálta védeni a Mundér becsületét a lakástörvény kapcsán, 2 fideszes képviselő volt bent a parlamentben. Hol volt a maradék 131? Egy normális országban, egy normális munkahelyen szemben nem lehet megtenni. Meglepődnék, hogyha ha bármelyik multinál dolgozó kollégám azt mondaná, hogy ő ma nem megy be dolgozni. Akkor most már kezdem érteni a néhai népszerűségét önnek az első kerületben. Tehát, néhai? Nem, hát vannak ez egy ilyen ingó, hogy akkor ott is szól az embereknek, ha valaki elfelejt bemenni. Értem, hogy nem ők egy házmester, de megköltöm a munkát. Hát ez a minimum, nem? És miért a mindennapokat működtetni kell, az pedig akkor lehet, hogyha ott vagyunk és dolgozunk. Na de hát az ön koalíciójában vannak olyan emberek, olyan pártok, akik testületileg nem szoktak bemenni a parlamentben időnként. Szerintem ez elég szomorú. És pontosan erről szól az előválasztás, hogy az ellenzéket is megtisztítsuk egy kicsit, hogy új arcok tudjanak bekerülni a következő kormányba. Mert a Momentum nélkül, Momentummal lehet csak kormányt váltani, de a Momentum nélkül nem lehet rendszert váltani. És ennek az országnak jelenleg egy rendszerváltás van szüksége. Új arcokra van szüksége. Nézzük meg Zuglót, nézzük meg, mi folyik Zuglóban. Szerintem ez önmagáért beszél. És mi folyik az ország többi területén, ott, ahol sikerült koalíciót létrehozniuk, és a koalíciók nem működnek? Én azt látom, hogy... Nézzük meg a 7. kerületet. Én azt látom, hogy alapvetően egy minoritás az, ahol az önkormányzatok nem működnek. A többségről azért nem hallunk híreket, mert nincs miért hallani híreket. Az első kerületben is nagyon jól működik az együttműködés. A második kerület is egy minta példája ennek. Nyilván vannak helyek, vannak személyek, akik kevésbé kompromisszumképesek, ezeken a helyeken előfordulnak olyan viták. Tehát egy politikusnak amik... általában kompromisszumképes. Én úgy gondolom, hogy a politika az valójában a közszolgálatán túl a kompromisszumok művészete. Az, hogy megtaláljuk azt a közös minimumot, azt a közös pontot, ami mindenki számára elfogadható. Sok erőt köszönöm szépen a munkához. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Gerencsér Ferenc, Momentum képviselője, első kerület alpolgármestere volt a vendégünk. Ezzel a beszélgetéssel véget ér a Pirkadat, a reggeli politikai magazin műsorunk. Következik a Híradó. Az én zsidó szemüvegemen keresztül egy objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ilyenkor szoktam mondani, hogy írjanak, telefonáljanak, csak könyörgöm, nem éjfél után jöjjön az általán vélt objektív híradó és az egész napos adás, mert ne felejtsék el, mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, és első kézből objektív híreket kapjanak. Tartsanak velünk!